Dávidnak miért mondta azt, miért mondta azt, hogy nem halsz meg? Nátán, higgyétek el, ha valaki meglepődött ezen a Dávidi sztorin, az a Nátán proféta volt. Mert Nátán profétának, Nátán proféta biztos volt benne, hogy oda megyek Dávidhoz, egy kicsit félt is, hogy le fogja kaszabolni. Oda megyek, és azt kell neki mondjam, hogy Dávid meghalsz. Mert ilyen bűnt az Ószövetség, Dávidnak kétszer meg kellett volna halnia. A házasság törésért és a gyilkosságért. És Nátánnak mit kellett kimondania, hogy nem fogsz meghalni. Ezt Nátán miért tudta kimondani? Anániás, azt mondja neki az Isten, menj oda és imádkozzál Saulért. Melyik Saulért? Azért, aki azért jött ide Damaszkuszba, hogy kitapossa a belünket? Igen, azért a Saulért. Most azon gondolkodom, hogy mit mondhatott Anániás magába. Persze, tök az Isten látta. De biztos, hogy megfújt a fejébe, hogy tudja, hogy itt meleg van a mennybe, itt valami gutaütésszerű dolog lehet, mert ez pusztuljon el. Hát végre itt van, megfogjuk, megöljük, az vége kész. Egy-héve kevesebb. És az Isten azt mondta, hogy nem, mert ez az ember, ez az ember óriási dolgokat fog tenni.